A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt nem rendeztek fordulót az NB1-ben és az NB2-ben, így a csapatok felkészülési mérkőzéseken léphettek pályára. A Kisvárda Debrecenben hangolt a Békés Csaba elleni kupameccsre. A találkozó 4-0-ás hazai siker született. A második fél időben az a sor játszott, akik a bajnoki mérkőzéseken többet vannak a pályán. Az első fél időben több olyan egyéni hibát követtünk el, amiből gólt kaptunk, illetve kettőt. Azok sajnos azt kell mondanom, hogy nagy hibák voltak. Ami egy kicsit elkeserített talán annyi, hogy nem igazán éreztem mindenkin azt, hogy be akar kerülni a bajnoki mérkőzéseken kezdő csapatba. A második fél időben is megvoltak a lehetőségeink, több lehetőségünk volt egyébként, mint a Debrecennek, nekünk ajtóablak helyzeteink voltak, úgyhogy ez a mérkőzés akár egy vízilabda eredményt is hozhatott volna, de sajnos olyan egyéni hibákat követünk el, amit az ellenfél viszont nagyon keményen kihasznált, és így megnyerte ezt a mérkőzést. Ezen a héten két meccset is játszik a Kisvárda, szerdán Magyar Kupa mérkőzésen a Békés Csabát, szombaton bajnokin a Dunaui Várost fogadja Sós Imre együttese. Hát számunkra mindenféleképpen a bajnoki mérkőzés élvezi a prioritást, tehát a Dunaui Város elleni hétvégi mérkőzés az, ami a csapat életében a legfontosabb. Nem szeretnénk természetesen elmenni a Magyar Kupa találkozó mellett sem. Itt inkább azok a játékosok fognak szerephez jutni, akik kevesebbet játszottak eddig, hogy éles mérkőzéssel is bizonyítsák azt, hogy helyük van a csapatba. Én nagyon remélem, hogy felvesszük a kecsit a Békés Csabával, és a kilátogató szurkolók egy jó meccset fognak látni. A Kisvárda Békés Csaba mérkőzés szerdán 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót.